Szerintem nem nehéz, csak egy bukos szar. Tehát, szevasztok, Hubi vagyok. Ami a legfontosabb Cyrusnál, Dialog volume mindig fel kell húzni. Tehát, hogyha hang nélkül játszol, mindig legyen rajta, mert onnan fogod tudni a legkönnyebben, hogy mikor kell dodge főleg az utolsó fészbe. Ami még Cyrus az nagyon fontos, az vagy egy... Corrupted Blatos Javel. Nem. Tehát ez a Corrupted Vagy blídes flaska, de én mindig is Javelt preferáltam. Cyrusnál ugye igazából három fész van, van egy ami két vagy három tribal áll. Ket Ő, nem tudom, meglátjuk a tornádokban, hogyha nem valami veritanki karaktered van, nem menjél bele, mert instant hal Itt a dash se vigyázni kell, mert ha bugos, simán bele desszre. Mindig be kell menni alá, én a flaskákat nem szoktam elnyomni az első fézekbe Betartom mindig a végére Megvan egyet arrébb, megy kiállsz a meteorokból A ledemidzsa led, aztán Mindig csak kicsiket kell mozogni Amikor bedájol Egy picit, nagyon picit arrébb mész és már is ki van kerülve a beam Kicsit eltávolodsz tőle ebbe az irányba Befejezi ezt a Pulzálást, akkor visszamész a range hogy észrevegyen Akkor elkezd kifele jönni belőle Robot a Rain of Stars, ahogy csak lehet, meg ugye minden höbledéket, amit tol ki magából. Kicsit vársz, akár megvárhatod, hogy meglátsz az árnyékát, akkor már tudod, hogy nagyjából kijött a felhőből, megint visszamész, beállsz alá, megint lejön. Nem egy túl közel a tornádóhoz, mert akkor sebez. Lejön, de se legyet, utána sétálsz, megint ledamidzseled. Nagyon piciket kell, amikor ez van, akkor így halsz meg. Tehát ez egy olyan skill, amit borzasztó könnyen ki lehet kerülni, csak most nem figyeltem oda, ugye egyszer dobja jobbra, egyszer balra, két fal közé, be vagy zárva Vagy átvesse rajta, az a legegyszerűbb Vagy jobbra-balra sétálgatva egy olyan, 3-4 bogyót nem tudom mennyit dob el, kikerülöd Ami még fontos, ilyenkor hogyha meghalsz Mindig bünti tornádó van és plusz egy phase, tehát elmegy föl Plusz lerak valahova még egy tornádót, ami ugye nehezítés. Ez akkor történik, amikor meghalsz, vagy kimész nála a körből. Tehát ilyenkor minden esetben nehezít egyet, úgyhogy azért nem szabad veszettül deselgetni benne, mert nem szabad kockáztatni azt, hogy ki a körből. Senkinek sem esik jól a plusz kör, illetve plusz tornádó. Minden ilyen spelljét tanácsos kikerülni, az összes fáj. Tehát például ennek a robbanónak fáj a is, illetve amikor robban megint. Picit a sétálsz, damage Ugye most azért csak ennyit kellett belesebezni, mert ez az előző körnek úgymond a folytatása volt, tehát ez nem egy teljes fész volt. De direkt volt így, mert meg akartam mutatni, mi történik, ha meghaltok. Megint elmegy a tornádó, bemész alá. Lejön, a lényeg az, hogy kicsiket kell lépni ide mert itt, itt amíg ez az early phase van, addig nem pörög, nem forog. Könnyű kidodzsolni. Ugye most jön a nehezebb része, amikor ezt a négy irányú pörgő szarvan, meg klónozza magát, meg stb. Tehát, hogyha a damage over time karakterre mész, akkor most van a nehéz phase, mert minden egyes alkalommal, amikor elmegy ilyen targetelhetetlenbe, akkor ugye nyilvánvalóan ledobja magáról azt a dotot, amit te már ráraktál. Ugyanúgy bemész alá, lejön, kicsit visszatöltött HP-val, egyesül önnön magával. Én ilyenkor szoktam kiflaskázódni meg minden. Ebben a fészben is ugyanúgy az a fontos, hogy kicsiket, kicsiket kell menni. Amikor ez van, hallgatni kell. Amikor fejezi be, jön az any illusion, akkor deszelsz, vagy lépsz egyet az ellenkező irányba. Ugye ez a meteoros kör, benmaradsz, meghalsz, ez is rém egyszerű. Most van belőle négy, Láttad, ez a fölső bevillant, tehát innen tudod, hogy az az eredeti. Szi. most a die-nál tolt volna még egy beamet, ennél az utolsó körnél, amikor ez a körbeforgó beam van. Itt is csak az a lényeg, hogy ne tévesszem elől, mert off is a halálba el Tehát mindig maradj mellette. Az a legfontosabb Cyrusnál, hogy a lehető legközelebb legyél hozzá. Mert minél közelebb vagy, annál könnyebben tudod kidodzsolni. Tehát ugye amikor az utcsó fészbe tolja a beam-et, akkor azt tudni kell, hogy forog vele. Viszont lassan forog vele, olyankor az a legegyszerűbb, hogyha elkezd erre bímelni, akkor te beugrasz a háta mögé, mert nem fog ilyen villám gyorsan megfordulni. Tehát így igazából ennyi a Cyrus. Orzasztó egyszerű. Szeret hajlamos arra, hogy bugos legyen, tehát minden Cyrus egy kicsit más, mert van amikor elkezdi összekeverni a fészeket, Például nekem ebben a ligában volt olyan, hogy így a végén nem négy bímet tett le, hanem nyolcat, ami külön irányba forgott. Meg hasonlók. Nem volt jó. De amúgy tényleg egyszerű.